Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Nagy Mihály, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket én. Utoljára április elején járt nálunk főigazgató úr, azóta sok minden történt a Kátai Gábor Kórház házatáján. Épül, szépül a kórház, történt egy fenntartóváltás, és beszéljünk először a kórház felújításról, a Kátai programról. Hol tartanak most? Valóban egy igen mozgalmas időszak van mögöttünk, és nyakig benne vagyunk. A TIO pályázatunk, amely a szakrendelői rész megújításáról szól, vagy részben arról is szól, bizony már a vége felé közeledik, és ha valaki a kórházban járt, akkor láthatta, hogy most már a laboratórium az új helyén működik, a szakrendelőnek a földszinti része az teljesen átadásra került, illetve hát ott volt egy rész, a tüdőgyógyászat, a diabetológia, amely ugyan nem ennek a pályázatnak a része, de annak is egy felújítása megtörtént, az természetesen saját költségből. A legnagyobb változás a betegellátásban az, hogy gyakorlatilag a múlt hét óta már saját jogon és saját magunk végezzük a laboratóriumi vizsgálatokat. Ugye volt egy 3-4 hetes próbaüzem, az új gépeknek a beüzemelése, illetve volt egy tesztidőszak, amikor a mintákat Berettyóújfalu is kiértékelte, és mi is az új gépekkel, ugye be kellett kalibrálni ezeket a gépeket. Gyakorlatilag a múlt hét csütörtöke óta csak mi végezzük, tehát nem küldünk mintát. Hogyan szuperálnak az új gépek? Köszönöm szépen, jól. Jól, a kolléganők megtanulták. Nyilvánvaló, hogy még mint új gépek, meg új technika, még mindig van néha-néha olyan dolog, amin úgy el kell gondolkodni, vagy egy picit meglepi az embereket. Ezek nagy teljesítményű berendezések, gyakorlatilag a mai kor követelményének megfelelően mindent tudnak, néha talán többet is, mint kellene. És én úgy gondolom, hogy mindenki elégedett, aki ezekkel a gépekkel dolgozik. Igazából a beteg ellátásban az a legnagyobb változás, hogy innentől fogva a pszichiátriai épületben nem kell járni laborügyben, hanem az új szakrendelői területre. Itt, tehát ez azt jelenti, hogy megnyílt az új szárny, birtokba vehették a betegek így van, is. Így van, sőt itt hívnám fel a figyelmet, hogy az új bejáratunk az a, hát lehet, hogy úgy ismerik jobban, hogy a régi véradós bejárat. Az oldalsó bejárat. Az oldalsó bejárat, most már ez lesz a fő bejárat. Nyilván még ott egy-két tábla, tehát ezek a szabvány feliratok, iránymutató táblák még hiányoznak, de mindenképp ott kérjük a betegeket, hogy ott járjanak be. A régi, a főépület főbejáratán már csak a fekvő részekre lehet bejutni, és a sürgősségire. A szakrendelők felé le van zárva az ezt első akartam. Emeleten, mert most az első emeleten teljes körű bontási építési munkálatok zajlanak, és itt kérnék is mindenkit, hogy ott ne mászkáljon át, mert nagyon balesetveszélyes. Tehát ott lángvágóval dolgoznak, flexel dolgoznak, tehát nem hiszem, hogy ildomos lenne, ki van ott téve a tábla is, de természetesen ugye meg lehet kerülni minden táblát. Persze. De a betegek érdeke, balesetvédelmi szempontból az az érdek, hogy ne járjanak ott. Tehát az új főbejáratot kérjük, hogy igénybe vegyék. A napokban, talán lehet, hogy pont ma vagy holnap telepedik át a beteginformációs pult, ott lesz egy új recepciós pult, tehát ebből a szempontból a beteg irányítás is ott fog történni, tehát az új bejáratnál. Hát nem mellékes, hogy ugye sokkal szebb várakozni is, és az az épületrész már klimatizált. Tehát mondjuk ezekben a meleg nyári napokban azért lehet, hogy szerencsésebb ott kivárni az embernek a sorát. Ami még gondunk a laboratóriummal, de csak átmeneti gond, hogy a pályázatnak az a része, amely a beteg behívó rendszert üzemelteti, tehát mint a bankokban is van, az tehát egy ilyen elektronikus, úgy, aki nem érti egy elektronikus, és ki van írva rá egy szám, hogy melyik így következik. Van, hogy melyik számmal, tehát nem kikiabálnak az ajtó, 80-as sorszám, nem. Hanem ki lesz írva. Így van, ki lesz írva, hogy ki következik hanyas ajtónál. Uh-huh. Ez a vérvételre, meg más szakmákra is érvényes lesz. Ennek a
építése még folyamatban van. Azért nem lehet, mert ugye még a fönti részen is építenek, tehát a kábelezés az még most is zajlik, tehát addig nem lehet föltenni ezeket a kis kijelzőket, illetve hát bekötni a számítógépbe. De ez talán egy pár hét, én úgy gondolom. Addig az én megértésüket kérem a betegeknek, utána már sokkal gördülékenyebb lesz, mert egyszerűen ki fogja jelezni, hogy ki következik, hogy következik. Nem lesz belőle vita, nem kell majd tömegjelenetre számítani. A másik lényeges változás az az, hogy, de majd ezt hirdetni is fogjuk, hogy a szakrendelő nem lesz állandóan nyitva. Abból adódóan, hogy ez egy önálló épület, lezárható tűzzáróajtókkal le is kell zárnunk, illetve önálló energetikai egység, tehát a klímaberendezés, a világítás, minden új lesz benne. Ezért pénztakarékosságból, mint ahogy otthon is tesszük, ha a kamerába nem járunk, nem csukjuk fel az a villanyt. Itt is így lesz, körülbelül 7:30 környékén nyitjuk majd az épületet, és olyan 16:30 körül zárjuk. Tehát ott csak az ügyeletes szolgálat fog majd tartózkodni. Tehát ebből a szempontból ez azért lényeges, mert nagyon sokan ugye már 6 órakor odaállnak, hogy nem is tudom, hogy miért, tehát sorszám miért, vagy nem tudom én mi, ezek nem fognak működni. Nem fognak működni, egyszerű nyitva tartása lesz, ugyanúgy, mint a banknál se tudunk oda menni 6 órakor ügyet intézni, ha egyszer 8 órakor van a nyitás. És ez hogy fog működni? Tehát, hogyha ilyen kijelzős rendszer lesz, akkor ugyanúgy sorszámot kell tépni, vagy ott a recepciós pultnál kapják? Tehát hogyan képzeljük ezt el? Két módon lehet majd. Tehát ugye mindenki előjegyzéssel fog érkezni. Ezt a számítógépes rendszer archiválja. Akár telefonon jelentkezik be valaki, akár a házi orvosa jelenti be, akár ő saját maga jelentkezik be. És amikor megérkezik, akkor két verzió van. Vagy oda megy a recepcióshoz, és tajkártyáját odaadja, hogy én vagyok én, beüti a tajszámot a kolléganő, vagy a kollégaúr, és akkor kidobja, hogy ő most mára a szemészetre van előjegyezve, és a gép automatikusan generál neki egy sorszámot. A másik verzió, ha az ember öntevékeny, lesz egy ügyfél monitor, ez az érintőképernyős monitor, ott saját magam ütöm be a számomat, kiírja a gép, hogy üdvözöl engem, kiírja, hogy valóban ma ide vagy oda elő vagyok jegyezve, kérem a sorszámnyomtatást, és akkor beütöm egy igen, és akkor generál egy sorszámot. És onnantól fogva aktív vagyok a rendszerben, tehát magyarán a rendszer tudja, hogy megérkeztem, várakozom, és ahogy a rendelésben lezárják a betegeket, ugye úgy fogynak el előlem a sorszámban az emberek, és akkor egyszer csak én következem. A közelmúltban történt meg ennek az új szakrendelői egységnek az átadó ünnepsége. Jelen volt dr. Fazeka Sándor vidékfejlesztési miniszter úr, Varga Mihály miniszter úr, Dobos László polgármester úr. Mit szóltak a látottakhoz? Hát én úgy vettem észre, hogy tetszett nekik. Én úgy gondolom, hogy tetszetős is. Igyekeztünk, a kollégáim is, kolléganőim is, és én magam is az egész beruházást folyamatában is úgy kezelni, mint a sajátunkat. Ebből adódóan azért időben voltak csúszások, de ezek nem másért, mint hogyha mi láttunk valami befejezetlent minőségbe vagy szépségbe nem jó kivitelezést, akkor mi szóvá tettük. Ez néha-néha párnapos csúszást eredményezett, akkor vissza kellett menni a burkolónak, kijavítani, stb. Tehát ennek megfelelően én úgy gondolom, hogy praktikumban és külcsínben szép lett. A berendezések azok tényleg a jelenlegi high-tech, tehát már csak hogy mennyire, tehát a nagy labor automatánknak a betanító mester az Franciaországból jött, tehát az országban ez a második vagy harmadik ilyen nagy teljesítményű berendezés. Tehát nincs még saját önálló kis szervisz hálózata, hanem maga a
maga a cég, a gyártó cég emberei jöttek beállítani, betanítani. Főigazgató úr azért szokott ott járkálni a kórházba, szoktuk látni, hogy jön, megy az osztályok között. Igen. Milyen visszajelzéseket kapott a kollégák, hogy érzik magukat az új egységben, a betegek mit szóltak? Mert ez elég látványos volt, ahogy bemegy az ember, nagyon szépnek tűnik. Igen, hát a kollégák én szerintem elégedettek vele. Aki nem, az valószínűleg azért nem, mert nem az ő szín vagy design javaslata valósult meg. Hát ugye mindenkinek nem tetszhet. De alapjában véve az ott dolgozók választották ki a burkolószínt, a design elemeknek a színét. Na talán a butorszínt azt nem azt én, de... Tehát mégiscsak magunknak választottuk. Én úgy gondolom, hogy... Tehát mindenki egy kicsit a sajátjának mindenki egy kicsit érzi. Bele tudott beszélni, így van. A másik az, hogy azért munkaterületnek, tehát munkahelynek én úgy gondolom, hogy nagyon kulturált lett, és én bízom benne, hogy a betegek is úgy érzik, hogy valóban egy szép, emberhez méltó, beteghez méltó munkaterület lett. Most az emeleten próbálunk ugyanilyeneket megvalósítani. A pályázat sajnos az emeleti résznek a felét nem érinti, azt megint csak ugyanaz lesz, mint a földszintnél, hogy megpróbálunk valahogy a saját pénztárcánkba az tehát üres padláson kapargatni. Mi az, ami még beletartozik ebbe a pályázatba? Mely területeket érünk? A régi röntgenosztály, a régi gasztroenterológia, a régi traumarendelő, a röntgennek a kiszolgáló helységei, illetve hát az igazgatásból is el lesz fűrészelve egy kicsi darab. Tehát gyakorlatilag az emelet fele, az első emelet fele az, ami érintve lesz. De hát közben nyilvánvalóan vannak olyan dolgok, amiket nem lehet kikerülni, tehát ami az egész épületre fog módosulni. Szeretnénk például ezeket a narancssárga polikarbonát lapokat lecserélni újra, áttetszőre, hogy ne ez a fura sárgás szín legyen az emeleten. Tehát azért lesznek olyan hozzányúlások, amelyeket, ha már elkezdték, akkor nem félig készen nem lehet megcsinálni. A burkolás hasonló módon valószínűleg megpróbáljuk végigvinni az egész emeleten ezt az újfajta burkolót. A kis csillogó burkolatot, a régit. Hát azt lehetőleg kidobni a kukába, igen. Igen. Hol tart most az eszközbeszerzés? Az eszközbeszerzésünk az ugye a laboratórium tekintetében teljes körű, a patológiát tekintve teljes körű, ott be is üzemeltek, működik, használjuk. A sterilben most zajlik a gépeknek a beüzemelése. Központi steril is nagyon nagy lett, azt is érdemes lesz majd megnézni. Zsilip rendszer lesz, hát mint amit a National Geographic-on látunk, amikor ugye steril munkahelyekre hogy mennek be. Hát éppen mondjuk szkafander nem lesz, de ugye teljes ruhacsere, zuhanyzás, átöltözés, ilyen zsilipelő módszerrel. Tehát ott a berendezések megérkeztek, beüzemelésük, kalibrálásuk van. Azt hiszem, hogy egy vagy két berendezésünknál már a kötelező leoltás, tehát ez a baktériumtenyészet is megtörtént, spóraminta, azok negatívak, tehát üzemképesek, megkapták a certifikációs papírjukat a gépek. Úgyhogy a bútorok nagy része már megérkezett, apró bútorok jönnek majd a héten, ilyen szék, meg gurulós fiók, meg ilyenek. Akkor a műszerközbeszerzésünknek ez a bizonyos perlekedős vagy vitatott területének a ügye is úgy néz ki, hogy rendeződik. Azt ketté vette az SA, tehát a uniós közreműködő cég. Annak az intenzívet, a betegirányítást érintő része az rendben van. Pénteken írjuk alá a szerződést. Ugye 30 napon belül akkor elkezdik hozni. Tehát ott inkább az intenzív lesz majd látványos. Tehát új ágyak, új monitorok, gépek, amelyek a 8 ágyhoz kellenek. A CT és a röntgen ott is már megvan a döntés, még nem mondhatom meg, hogy ki a nyertes, mert ott még van egy
tárgyalás abban az ügyben, de gyakorlatilag már a döntés ott is megvan. És közbeszerzésben. Innestől kezdve mennyi idő még az ide érkezik? Tehát, hogyha van egy döntés, akkor még egy tárgyalás utána... Ha megköttetik a szerződés, akkor az utána 30 nap. Tehát ezek a berendezések léteznek. Tehát akkor léteznek, annak is látják már a végét. Hát, hogy lekopogjon, ahogy szokták mondani. Igen, 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 én bízom benne, hogy most már ez a vége, a végjáték ez. Nyilván ezeket a gépeket nem kell most a hirtelen nagy semmiből legyártani, hisz ezek az Unióban legyártva, raktározva ott vannak, csak lehet, hogy éppen mondjuk Belgiumban, vagy éppen lehet, hogy Stockholmban egy raktárban. Tehát akkor el lehet mondani, hogy a határidőket is tartják. Szerintem tehát fogjuk tudni. Igen, igen, én bízom benne, hogy igen. Nem ér bennünket meglepetés. Május 1-ével történt egy fenntartóváltás, egy nagy változás a Kátai Gábor Kórház életében is. Az állam lett a fenntartója. Ez a gyakorlatban mit jelent? Gyakorlatban azt jelenti, hogy egyrészt mindenféle jelentési kötelezettségünk, szakmai irányításunk az állam, pontosabban a GMC kezébe került át. Ez egy gyógyító megelőző és minőségbiztosítási intézet. Ennek van egy TESZK, tehát Területi Ellátás Szervező Központ nevű végrehajtó csapata. Ők azok, akik a napi utasításokat vagy irányításokat adják. Hát az elsődleges az, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos, mint felelősségvállaló, ugye most már nem szerepel mögöttünk vagy mellettünk. Igazából, ha már ez így szóba került, akkor itt meg is köszönöm a képviselőtestületnek, magának a városnak, a városvezetésnek, Dobos polgármester úrnak is azt a sok munkát, amivel eddig a kórház ügyeit dédelgették, támogatták, mert nyilván ez a TIOP pályázat, más pályázatok is nem tudtak volna megvalósulni, hogyha a város nem áll ki mellettünk. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a város része vagyunk, hisz ugye karcagiak dolgoznak benne, karcagiakat, főleg karcagiakat gyógyítunk, tehát nem tudunk és nem is akarunk önálló idegenként itt a városban, előkelő idegenként lenni. A munkakapcsolat másabb, én úgy gondolom, hogy továbbra is a polgármester úrékkal a egymás tájékoztatása az megmarad. Nyilván vannak azért olyan dolgok, amiket jó, ha megbeszélünk, bár a döntést nem itt Karcagon születik meg, hanem Budapesten. De a döntést előkészíteni mégis nekünk kell, a szerint kell előkészíteni, ami nekünk, karcagiaknak jobb. Hogy aztán ez összejönne, ugye ez az, ami már nem a mi szintünkön dől el, de én úgy gondolom, meg úgy veszem észre, hogy igazából, ha jól elő van készítve, akkor Pesten sincs ennek akadálya. Tehát, ha értelmes dolgokkal állunk elébe, vagy elő. Tehát a tulajdonosváltás egyrészt ebből, vagy ez a következménye. A másik az, hogy a tulajdonosváltással egy időben történt egy struktúraváltás is, tehát az állam, mint tulajdonos, úgy gondolta, hogy újra szabályozza az intézményeit, most már ugye mindegyik oda tartozik. Van, ahol megszüntet ellátást, átalakítja, bezár. Hát ugye hallani médiából, hogy vannak olyan intézmények, ahol osztályok, vagy maga az intézmény is alakításra kerül. A Karcagit milyen kórháznak sorolták be? Hát mi ebből a helyzetből elég szerencsésen ki tudtunk jönni, és én úgy gondolom, hogy nyertesként ebből az átalakításból. Alapvetően városi kórház maradtunk, bizonyos szakmánkban viszont bizony megyei szintet kell ellátnunk, tehát hirtelen kerítettek nekünk egy nagy kabátot, amihez fel kell nőnünk. Melyek ezek a területek? Az intenzív ellátás, a sürgősségi ellátás, a rehabilitációs ellátás, a mozgásszervi rehabilitációra gondolok, a szülészet,
És a nagy örömünk a kardiológiai osztályunk, amely, mint tudják, vagy gondolom a lakosok is tudják, ez idáig nem volt. Ezt most létre kell hoznunk, sőt, úgy kell létrehoznunk, hogy kettes szinten, tehát gyakorlatilag megyei szinten, és kardiológiai őrzőt is létre kell hoznunk. Hogy tudják ezeket létrehozni? Ugye eddig megvan, hogy melyik hanyadik osztály, vagy hanyadik osztály milyen osztály, elvesznek esetleg, vagy építkeznek, vagy újat alakítanak ki? Tehát igazából ugye nálunk is szóba kerültek ágycsökkentések. Mint tudjuk, a bőrgyógyászatot, fülorgégészetet, szemészetet meg is szüntették, mint osztályokat. És utána indult egy nagy alkú, hogy további ágyakkal mi legyen, megszűnjenek el, vagy hogy legyen, mint legyen. Végül is hál' Istennek a sok-sok tárgyalásnak az lett a eredménye, hogy nem megszűnt, hanem új osztályokat hozhatunk létre. Egyrészt ugye, amit mondtam, a kardiológiai osztályt, ez 15 ágyon fog működni, és egy kardiológiai rehabilitációs osztályt, ami most hirtelen ennyiben 45 ágy. És ezt hol fogják kialakítani? Van erre már valamilyen terv? Van. Pont ma is lesz erről épp egy munkaértekezletünk. Nagyjából mi már úgy kezdjük betájolni, hogy hova tervezzük. El fogunk férni. Munkaerőben, tehát szakdolgozók területén hál' Istennek jól állunk, mert még amikor megszimatoltuk, hogy ilyen lehetőség lesz, még akkor kolléganőket beiskoláztunk ilyen szakképesítésre. Ők időközben meg is szerezték a diplomájukat. Egyetlen szűk keresztmetszet pillanatnyilag még az orvosi kérdés, mert az orvosok egy kicsit nehezebben mozognak a mai világban, illetve ez a nagy változás, ami történt az egészségügyben, azért rendesen megzavarta az orvostársadalmat, tehát nem mer váltani nagyon sok ember, sokan el se hiszik még, hogy már bezárt az az osztály, ahol eddig dolgoztak, most kezdenek el rádöbbenni, hogy már az a osztály vagy intézmény nincs is, ahol eddig voltak, tehát én úgy gondolom, hogy ezt a dolgot is fogjuk tudni kezelni. Egy kicsit az orvosok földhöz ragadtabbak, nehezebben mozdulnak ki a megszokott környezetükből, és hát ugye mivel Karcagon a kardiológiának nem volt múltja, tehát nem arról volt szó, hogy most valaki helyett át kell venni az osztályvezetést, vagy a stafétát, hanem most egy új osztályt, pontosan nem is egyet, hanem kettőt, két új osztályt föl kell építeni, ami nem kis munka, mert ugye a semmiből kell hirtelen két osztályt tenni. Építeni. Technikai berendezések tekintetében részben vannak is hozzá technikai eszközeink, részben pályázni fogunk, és a pályázat során pont ilyen berendezésekre lehet majd pályázni, tehát ez abszolút... Erről majd még egy picit bővebben beszélünk a pályázatokról, arra lennék még kíváncsi, hogyha valakinek valami olyan baja van, amit itt nem tudnak ellátni, tehát megyei szinten hova tartozunk, milyen esetekben hova kell mennünk? Szakmánként más és más. Nem véletlenül mondtam azt, hogy néhány osztályban gyakorlatilag szinte nekünk kell a második szintet, tehát a megyei szintet biztosítani. Ott már egy harmadik lépés, már csak a klinika gyakorlatilag. Például a szülészet vagy a sürgősséget, mindenki tudja, hogy mondjuk egy infarktus gyanúval rögtön a klinikára viszik, tehát nem keringnek vele most már a megyei kórházban. Ami nagyon nagy változás az, hogy július 1-től gyakorlatilag működéseleg is Debrecenhez tartozunk. Fekvőbeteg ellátásban Szolnokkal a kapcsolatrendszerünk megszűnt. Az egészségügyi régió határa Fegyverneknél van. Tehát ha valakit megyei jellegű kórházba kell vinni, mondjuk gyerekgyógyászat, sebészet, baleseti sebészet, az a Kenézi kórház lesz a mi megyei kórházunk. Ha hármas szintre kell vinni, tehát úgymond országos szintű vagy klinikára, akkor az pedig a Debreceni Egyetem. Tehát innentől fogva a Hetényi Géza kórházban már nem történik betegellátás. Ezzel egy időben azt azért tudni kell, hogy nem csak a mi
átcsoportosításunk történt meg, hanem új települések kerültek hozzánk. Úgyhogy a K.T. Gábor Kórház most már nem csak 98 ezer embert lát el, hanem 125 ezeret. Ugyanis 4 új település került hozzánk, kardiológiai rehabilitációban pedig fél Hajdú megye. Úgyhogy munka lesz. Ezt akartam pont kérdezni, hogyha így növekszik a betegszám, akkor ez von-e maga után valami olyasmit, hogy esetleg vesznek fel ápolókat, tehát szakdolgozókat? Van erre lehetőségük? Hát, vagy lesz erre lehetőségük? Bízom benne, hogy lesz. Ugye itt jön az, amit mondtam, hogy új fenntartónk van, tehát új tulajdonosunk. Az új tulajdonossal kell ezeket a létszámbővítési kérdéseket megbeszélni. Az én olvasatomban ez egyrészt bevételnövekedést tud majd jelenteni az intézménynek, másrészt a beteg ellátáshoz valóban többlet munkaerőt is kell majd csatolni, allokálni. Ezt, mivel ugye zárt az egészségügyi kassa, ez valószínűleg úgy fog történni, de ez már a tulajdonos dolga és nem az enyém, hogy ahol csökkentek, onnan elveszek, ahol nő a feladat, oda meg oda teszek pénzt, paripát, fegyvert, ahogy ugye régen is volt. Hát ebben kell majd tehát okosan, megoldást fognak ebben találni. Kell majd okosan előkészítenünk anyagot, és tárgyalni folyamatosan. Bejelentették, hogy bérrendezés történik az egészségügyi szakdolgozók területén, gyakorlatilag orvosokat, ápolókat érintve megkapták-e a béremelést? Megkaptuk, a mi kórházunk is az elsők közt teljesítette ezt a törvényi, pontosabban kormányrendeleti kötelezettséget. Ugye a pénzügyi dolgainkat a Magyar Államkincstár kezeli, tehát innentől fogva gyorsan és prompt megtörtént az utalás. Azt kell tudni róla, hogy sajnálatosan, én azért azt kell mondjam, hogy nagyobb ennek a füstje, mint a lángja. Valóban kaptak a dolgozók fizetés emelést, ezek sávosan és a végzettségtől függően történtek, tehát nem egyöntetűen mindenki kapott X forintot. A legtöbbet azok az orvosok kapták, akiknek a bruttó fizetése a 300 ezer forint. 350. Én így olvastam legalábbis, tehát körülbelül. A valóság az volt, hogy általában ilyen 200-220 ezer forint körül van egy szakorvosnak a bére. Tehát azért jócskán el voltak itt maradva. Tehát a legnagyobb emelés ott volt. A szakdolgozóink, ápolónőink körében ott sajnos pár ezer forintokról van szó, tehát ilyen 3 és 10 000 forint körüli összegek. Tehát ezek azért persze, ugye, ahogy nagyanyánk mondta, amit adnak, fogadd el, havernek szaladj el, de én úgy gondolom, hogy az a munka, amit végeznek, vagy végez az ágazat, ahhoz képest azért jócskán el vagyunk maradva a bérben a más ágazatokhoz képest. Igazából ugye ennek a tükre az, hogy ennyi egészségügyi dolgozó kimegy külföldre dolgozni. Tehát valóban, amikor egy szakorvosnak 200 ezer forint körül tud az ember adni, amikor egy kezdőorvosi fizetés 98 ezer forint, akkor igazából nem nagyon van miről beszélni. Ahhoz, ha most hozzá is teszünk, a szándék nagyon szép, és nyilvánvaló, hogy a lehetőségek, amit adtak, addig tudtak csak mozogni, de én úgy gondolom, hogy mindenképp előremutató, de itt nem szabad megállni. Tehát valamilyen módon ezt tartósan, életpályaszerűen rendezni kell, mert ha nincs egy jövőkép ebben az ágazatban, ebben a ugye mostanában egyre többször azt mondják, hogy egészségiparban, akkor nem fognak évekre, évtizedekre ebben az iparágban maradni. És ezzel az a baj csak, hogy előbb-utóbb majd bennünket is gyógyítani kéne valakinek, mert azért mi is meg fogunk öregedni, mi is meg fogunk betegedni, és nincs utánpótlásunk.
De ez nyilván nagyobb léptékű kérdés, mint amit ilyen helyi kisvárosi szinten meg tudunk tenni. Nyilván megpróbálunk valamit mi is ráígérni, ha jön kollega dolgozni. Az önkormányzat nagyon partner benne, hogy mondjuk lakást, albérletet biztosítsunk neki, de hát ugye a rendszerben is már egyre kevesebb főleg a szakorvos létszám. Térjünk vissza egy picit a káltai program kapcsán a pályázatokra. Ugye néhány hónap is lezárul ez a pályázat. Kaptak-e kedvet újabb pályázatokhoz? Van-e valami folyamatban? Szeretjük a kihívásokat, és szeretjük, hogyha zajlik körülöttünk az élet. Ebből adódóan pillanatnyilag 4 pályázatban vagyunk benne újra. Még az ötödiket, ezt az elsőt még le se zártuk, ki se hevertük, de már benne vagyunk egy rehabilitációs pályázatban, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a karcagiak úgy ismerik, hogy a pszichiátriai épület, annak a teljes felújítását tervezzük, kívülről, belülről, nyilászáró, tehát gyakorlatilag úgy, mint a nagy kórházi épületnél történt, visszabontva vászszerkezeti. Sem lesz kis munka? Nem. És nem is lesz olcsó, de úgy gondoljuk, hogy a pszichiátria, mint szakma, és a pszichiátriai rehabilitáció, a mozgásszervi rehabilitáció, tehát ezek a szakmák azért megérdemlik a épületben is azt a hátteret, és a betegek is megérdemlik azt, hogy normális épületben, normális kórtermekben gyógyulhassanak, ne pedig egy olyan állapotúban, ahogy most kinéz. Emellett van még kistérségi pályázatunk, ami egészségnevelést céloz meg. Van 2 pályázatunk, az egyik, ami szakdolgozók átképzéséről szól, ráképzéséről. Ugye ez most az új szakmák miatt muszáj is, mert ugye... Igen, pont ennek ugye azt akartam mondani, hogy pont hasznát is veszik van. Majd, igen. Igen, mert ugye 2 új szakmát működtetnünk kell, és Karcagon ugyebár ennek a 2 szakmának nem volt csak járóbeteg múltja, fekvőbeteg nem, tehát itt azért új szakembereket ki kell képeznünk. Illetve van egy új munkaerő fejlesztési pályázat is, ahol új dolgozók felvételére lehet pályázni, szintén ugyanebben az új szakmák vonatkozásában, illetve például a pszichiátria vonalán ott ágyszám bővítés lesz nálunk, növekedni fog a pszichiátriánk, tehát ott is ugye új dolgozókat, hát több ágy, több dolgozó, új szakemberek, tehát jelentős fejlesztéseket tervezünk munkaerő vonatkozásában, ezekre is pályázni kell. Úgyhogy pillanatnyilag összesen 5 pályázatunk fut. Főigazgató, ezek nagyon jó hírek. Hogyha megint halad az építkezés, valamelyik pályázatuk nyer, illetve ha valami újdonsággal tud nekünk szolgálni, akkor visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm szépen mindenképpen. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket.